Hello, sziasztok! Az új sarokban itt az első unboxing videó AliExpress. Egy majdnem ilyen mikroszkóp jön, ez most azért van ide téve, ez is egy 150-es rendszer, csak ez az a kamerafej, amelyiken van HDMI. Most ez egy olyan, amelyik 150-es, ugyanez a világítás, szerintem ugyanez a tartó, csak a kamerája az nem tudja a HDMI-t, hanem a kékre színezett, úgyhogy bontsuk ki, ezt nézzük meg, és kössük át, hogy majd mi a különbség. Ezt tudja ugye egy 150-es, megpróbálom majd ugyanebből az arasznyi távolságból, hogy körülbelül milyen képet ad. Nem akarok spoilerezni, de az objektív az ugyanaz. Én fotós révén mindig azt mondtam, hogy az üvegtől függ a kép. Jó, hát azért függ még a feldolgozástól, meg ilyenektől, meg az érzékelő méretétől, típusától. Tehát a telefonban lévő kis körömnyi érzékről nem lesz, vagy egy ilyen kamerába, akkor mint egy DSLR gépbe, vagy egy full frame gépbe főleg. Ez már csak hulladék. Ugye ugyanaz a tartó. Most a tartót azt nem próbáljuk ki, azt csak így megnézzük, hogy egybe van-e. Vagy kipróbáljuk, összerakjuk, mert egy az egybe ki lehet húzni annélkül. Ezt nem próbálom ki, ezt a felfogatót. És ezt viszont rárakjuk, ne rakjuk. Szerintem ezt se rakom rá, ezt az elfordító valamit, hanem csak a tartóval rakom össze. Igen, tök ugyanaz ez a része. Ide csak rátekerjük a kamerát. Ugye ezt mondom, hogy ez a Yishan, a kék. Nem tudom, a fényviszonyok milyenek ennél az új asztalnál, szarok. Mindjárt csinálok fényt, amennyit tudok, ilyen más gombot kell nyomni ezen a... Na így talán látjátok, mert ugye, és az a baj, hogy ez a fény, ez meg átállítja a kamera érzékenységet. Ugye belenézek, hogy ki mit láttok, szóval így néz ki a kis kék. Ezért látjátok feleim, ugye? Itt közelebb jövök. Hogy ezen csak VGA van. Én szeretem ezt a fajtát. Majdnem 5000-re olcsó, ha jól tudom. Most a tápot is kipróbálom, mert azért amit ki kell próbálni, ezt kipróbáljuk. Itt van az objektív, az ugyanaz a 150-es. Se kell. Csak itt a még annyi a különbség, hogy amíg a pirosnak nincsen benne a fényvezérlő, ebbe bent van a fényvezérlő, szóval innét van átkötéssel egy ilyen lámpa. A piros fajtának, a HDMI végének, annak külön teljesen 230-ról megy a... Ja, először ha ezt tekerném rá, akkor nem nyúlok bele. Mindig ezt fönnhagyjuk. Most, hogy fejem fog állni a kép, azzal most nem foglalkozunk, ha úgy sikerül fölrakni. Ugye attól függ, hogy jobbos, balos, honnét fordítod, hogy ebbe teszed bele, vagy ebbe. Most ez mindegy, így álljon valahogy lefelé. Ez is, na, ez se kell rá, mert mindjárt jön fel a LED. Jó. Kipróbáljuk azért a lámpáját is. Ugyanúgy ebbe az alsó válba akad bele, ez a lámpa is ugyanolyan, mint a sima 230-ról üzemelős. Csak ezt gondolom 5 voltos, vagy mit tudom én, 12 vagy akármi. És itt van egy, remélni tudom, hogy áram generátoros meghajtás. Ide, tápját ide. De kész is vagyunk, mert összeraktuk teljesen a szettet, ugye fény átmegy. És ugye kapcsolója ugyanúgy nincs, ha ezt bedugom, akkor elméletileg ad majd képet, és akkor azt onnét egy-egyben kihúzom, elfektetem, ezt meg átkötöm, csak még annyi, hogy nézzétek meg először a kép minőséget. Most így stabilan beállítom nektek, hogy a videó azt vegye, amit a monitor ott látsz, és ez még a piros, és most a pirosat kikötöm, lesz egy vágás, és ez már a kéknek a képe. Hát most nem teljesen ugyanaz a távolság, egy kicsit nagyobb lehet a nagyítása, mintha egy kicsit közelebbire sikerült volna, de itt ide visszatekerhettek ezt nézegetni,
de ez a kék kamerának a képe, ugyanúgy egy 150-ese, körülbelül szemre ugyanazzal a megvilágítással, stb. Stb. Csak azt akartam megmutatni, hogy a képminőségben igazából a HDMI is, meg a sima VGA-s között semmi különbség nincs. Szerintem tök ugyanaz a CCD-je, csak ide egy HDMI fért föl, oda meg fölfért egy csatlakozó, akkor már bele tudták tenni azt az elektronikát, ami a LED vezérlős, így olcsóbb egy ilyen LED lámpa, mint egy ilyen LED lámpa, meg egy HDMI kimenet, lehet, hogy ott más a videófeldolgozás, ki tudja. De ha VGA monitorra használod, már pedig akinek van esze VGA monitorra használja, mert ilyen Dell monitorokat dobálnak utána 5-10 000 forintért, viszont egy HDMI-s monitort azt 25, 35, 45, 50 ezer forintért veszel meg, és miért forrasztanál 50 ezeres monitorra, ha 5 000 forintért is vehetsz monitort, úgyis a VGA-t fogod használni, de nem is értem az olyan kamerákat, amelyiken csak HDMI van, jóval drágábbak, de hát az hát biztos van pénzed, akkor miért ne legyen drágább a kamera. Én ezért preferálom a VGA kimenetest, vagy a VGA plusz HDMI-s, de főleg ezt akartam csak bemutatni, hogy a sima VGA kimenetes bőven elég. Hát ez az unboxing és ugye a teszt videó, mert ez körülbelül az is volt, mert ebből a távolságban ezt normálisan tudod használni, csak teljesen az összes irány fordítva, mindahogyan fordítva raktam fel a kamerát, és a másik, hogy a, még a 150-esre visszatérve, hogy ilyen nagy magasságban, akár 1 méterről is teszek valahogy alá valamit, ami kék, akkor szóval egy 1 méteres magasságból is meg tudod fogni az élességet. Ugye akkor kicsi a nagyítása, de abszolút nincs útba a kamera ilyen magasságból, itt aztán tényleg kalamálhatsz alatta, vagy ha ezt így ferdén, onnét 1 méterre, innét nézed, akkor is bent van a videóba. Szóval nekem a kedvenc objektívem a képminőség és a használatosság szempontjából a 150-es továbbra is. A 130-asnak nagyobb az átmérője, nagyobb frontlencse, nagyobb fényérzékenység, kevesebb, hogy mondjam, nagyobb a fényereje, hogyha valaki fotós, akkor érti, hogy miről beszélek. Szóval annak kicsi az F-értéke, ha van olyan, nem tudom, ezekre nem írják rá, de annak a kromatikus aberrációja nagyobb, szóval ott a, meg valahogy a kontrasztarány se ilyen szép, szóval a vonalélessége nem ilyen szép, pedig várná az ember, hogy ennek sose nincs olyan, hogy innét megy a világítás, ide tükröződik vissza, vagy a fény, ugye ez egy nagyon rossz dolog, hogy innét világít, jobb az, amikor innét, és ezt a lámpát nem használod, csak hát ha ezt lekapcsolom, de azért lát így. Látod, itt sokkal jobb, mert egy szórt, más szögből jövő fény, az oda nem okoz hibát. Így az igazi a képminőség, hogyha van egy oldalleded. De azt akartam mondani, hogy a legrosszabb esetben ugye be kell kapcsolnod ezt a fényt, és a 130-es esetében, hogyha ilyen oda-vissza pattintós módszerrel világítod meg, azaz az objektív tengelyéhez közel álló szögből, akkor ott ilyen fényesek a forrasztás, a fényes forrasztások kiégnek, már hogy a képen azaz fehérek, azaz nem nagyon tudod beállítani úgy, hogy ne bukjon be, ne égjen ki fotós szemmel, azaz ne ilyen fehér vakító valami legyen, illetve a kontúrok mellett a 130-asnál ott vannak a kis kék, nem annyira lilás kromatikus aberráció, itt nincs. A 180-asnak ugyanilyen éles a képe, sokkal nagyobbat nagyít, ugye, mint a 150-es, viszont az csak 20 centiről tudod használni. A 180-asról az a bajom, hogy az csak ilyen távolságból jó. Ezt viszont el tudod tenni oda, és nem rosszabb a képe a 150-esnek, és nem rosszabb a fény kívánása, vagy olyan fény szükséglete. És úgy végül semmilyen nem rosszabb, csak nem tudsz fel olyan horribilis nagyítást 1-2 centiről elérni, mint a 180-as. A 180-as az egy igazi mikroszkóp. Az nem annyira forrasztó mikroszkóp, az inkább ilyen érmegyűjtés, bélyeg, szöcskeboncolás, vagy zsiráf, akármi tüdőműtéthez, ilyen közel valami szöveteket nézni, vagy nem tudom. Szóval az egy igazi mikroszkóp, oda nem férsz alá pákával dolgokhoz jó. A forrasztáshoz a 150-es a legjobb. Ezt akartam mondani. És iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Jó lett a sarok, nem? Sziasztok!